témakört kiemeljek. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a különböző vizsgált szervezetek gazdálkodásának esetében a jobbítási segítő szándék markánsan megjelenik. Csak egy önkényesen kiragadott példát hagy mondjak. A fogyatékkal élő személyek támogatásában résztvevő non-profit szervezetek elszámolásában például helyesbített elszámolásra kérték a támogatást, a közpénzt felhasználó szervezetet. Azt gondolom fontos egy ellenőrzés végző szervnél, hogy a különböző módszerekkel, különböző technikákkal, amelyekkel egy ellenőrzést lezár, akkor van ilyenre is út. Számomra ez oppant szimpatikus, bár a több szervezet esetében voltak azért ettől erősebb megállapításai is az állami számvevőszéknek, pont ezen szervezetek esetében. Gondolom, nagyon fontos az állami számvevőszék munkájában az a fajta tevékenység, amellyel egy-egy területnek, egy-egy közpénz felhasználó szervezetnek annak a közegnek a szabályozását, a törvényi környezetének a megváltoztatásának a szóló tevékenysége. Tehát arról, hogyha valamit rosszul működik, vagy az állami számvevőszék szerint rosszul működik, akkor javaslatot tesz arra, hogy hogyan kell megváltoztatni az adott szabályozási környezetet, hogyan kell, milyen irányba kell menni, és erre néhány példát hagy emeljek ki. Többször elhangzott a felnőtt képzés rendszerének az átalakítása, hiszen alapvetően a felnőtt képzésre rendkívül kevés forrás jutott az elmúlt időszakban, és az is rossz szerkezetben, és ezt a következő időszakban a kormányzat hasznosítani fogja. Vagy egy kicsit egyszerűbb példát az iparűzési adóerőképesség számítása és annak az önkormányzati gazdálkodásban való időintervallumnak a nyomon követése, és ebben egy gyorsabb nyomonkövetést, egy rugalmasabb követést tett lehetővé. Ezt a nagyon sok helyen a helyi gazdaságnak a változásaiból adódóan egy-egy cégnek a tevékenységének a kiesése az a önkormányzati gazdálkodásra jelentős hatással lehet. Ez egy apró dolog, de egy sok-sok település életében egy nagyon kedvező változás volt. Vagy éppen a kulturális bizottságnak a előadója mondta el, hogy a színházak tevékenységének a ellenőrzése során hasznosítani fogják az új előadó művészeti törvény megalkotása, változása során azokat a tapasztalatokat, amelyeket az állami számvevőszék letett. Én azt gondolom, hogy mind, azok a hasznosulások, azok a tapasztalatok, amit az állami számvevőszék letesz az asztalunkra, az minden egyes területen hasznosak és jók. Fontosnak tartom a jó gyakorlatoknak a népszerűsítés, különösen az önkormányzatok esetében, hiszen 3200 önkormányzat gazdálkodást folytat, feladatot lát el, ehhez közpénz vesz igénybe, és eltérő módszerekkel, technikákkal végrehajtja azokat a feladatokat, és itt lehetnek jó gyakorlatok, és én úgy tudom, én is részt vettem ilyen konferencián, hogy több százon vettek részt, és érdeklődve figyelték, hogy hol vannak azok a jó lehetőségek, jó ötletek, amelyeket lehet hasznosítani az önkormányzati gazdálkodásban. Én fontosnak tartom, és az elmúlt évben is már megjelent, végül is a közpénzek fölötti őrködésnek, a közpénzek őrzésének egyik fontos feladata a nyilvánosságnak a szerepe, és az állami számvevőszéknek a munkája, a munkának a kommunikálása épp ezen irányba indult el, hiszen egy rendkívül fontos feladat, hogy minél többen megismerjék, és minél többen tudják azt, hogy a közpénzek felhasználása hogyan és miképpen történik. Itt a vitában elhangzott, hogy a 2010-es év végén elkészült az állami számvevőszék középtávú stratégiája. Én azt, hogy szükséges-e, ellenzéki képviselőtársaim azt mondták, hogy nem szükséges. Én azt gondolom, én nagyon sok jelentést láttam már. Én mindenképpen szerencsésnek tartom azt, hogyha van egy adott évi tevékenységről szóló munka, és abból leszűrünk egy következő időszakra szóló irányelveket, stratégiákat. Én azt gondolom, egy helyes és jó, hogy ez benne szerepel a határozati javaslatban.
A vitában elhangzott néhány észrevételre szeretném a saját érveimet elmondani. Önkormányzatok gazdálkodásának az ellenőrzése. 20 évig, 22 éve életbe lépő törvényben kötelezi az állami számvevőszéket az önkormányzatok ellenőrzésére. Én azt gondolom, hogy talán jó, hogyha azt itt elmondjuk a vitában, hogy nem csak az állami számvevőszék ellenőrzi az önkormányzatokat, hanem például a Magyar Államkincstár is, a normatívák, a különböző támogatások felhasználását. Azt gondolom, hogy van más szervezet is. A 7 milliárd forint 46 elköltése 46 jelentésre. Én azt gondolom, hogy én jó pár állami számvevőszéki jelentést, különösen ami a települések gazdálkodásáról szól, megnéztem, de mondjuk vannak olyan összegző jelentések, amelyek mondjuk 119 települési önkormányzat gazdálkodásának az összefüggéseit elemzik, az azt jelenti, hogy mögötte azért 119 helyszíni átfogó ellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés történik meg. Én azt hiszem, hogy azzal egyetértünk, és azt gondolom, hogy van egyetértés a kormánypárt és az ellenzéki képviselők között, hogy erősebb jogosítványok kellenek, hiszen egyetérthetünk, hogy az elmúlt 22 évben az állami számvevőszéknek a jogosítványai azok nem teljes mértékben tudták szolgálni azt, hogy a közpénzek helyes, célszerű felhasználása megtörténjen. Azt hiszem, hogy a állami számvevőszéki törvény világos iránymutatást ad, véget kell vetni a következmények nélküli közpénz elköltésnek, és véget kell vetni annak a eddig 22 évig követett közpénz felhasználásnak, amely azt hiszem, hogy mindannyiunk és az egész társadalomnak az elvárása, hogy a közpénzek a lehető legátláthatóbban, ellenőrzöttebben kerüljenek elköltésre. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunk érdeke, és bízom benne, hogy az állami számvevőszéki törvény ez irányban történő elfogadása minél korábban tudja segíteni ezt a munkát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Következik Bödecs Barna képviselő úr, Jobbik, ahogy azt az előbb beharangoztam. Bocsánat, nem értem ki. Eltekint a felszólástól, én nem akartam gondolkodni. Eltekint a felszólástól. Akkor Rozgonyi Ernő képviselő úr következik, Jobbik. Elnök úr, köszönöm a szót. Tulajdonképpen nehéz helyzetben van az ember akkor, ha a frakción belül egy valóban hozzáértő ember már kifejtette a véleményét. Legszívesebben megismételném a fő sarokpontjait annak, amit Nyikos képviselőtársam már elmondott. De hát ennek sok értelme nem lenne, bár azt mondják, ugye, hogy az ismétlés a tudás anyja, de én azt hiszem, hogy elég volt ez talán egyszer is. Vagy ha minden igaz, akkor tulajdonképpen egyszer is hiába mondta el. Amire én szeretném fölhívni a figyelmet, az néhány olyan dolog, ami nem szorosan kapcsolódik ehhez a múlt évi beszámoló jelentéshez, de hozzá is kapcsolódik természetesen. Nevezetesen egyszer van egy műfaji kérdés. Ha egyszer igaz az, hogy a számvevőszék az tulajdonképpen a képviselők szervezete, és a képviselők szolgálata az elsődleges feladata, akkor azt tudomásul kell venni, hogy a számvevőszék az nem tájékoztat, annak más műfajokban kell gondolkodnia. Az ír jelentést, ír esetleg javaslatokat arra, hogy mely területeken milyen szabályozást tartanak célszerűnek ahhoz, hogy
a munkája, illetőleg az ellenőrzés tevékenysége hatékonyabb legyen, és nem minden következmény nélküli anyagokat. Tehát itt műfaji kérdésről van szó, ami lehet, hogy nem fontos. Én azért ezt fontosnak tartom, hogy ez legyen azért világos, hogy a számvevőszék, az, ha úgy tetszik, a képviselők, a mindenkori képviselők feladatainak a segítésére és támogatására lett létrehozva. Ezen belül természetesen meghatározott törvényi feladatokat kell ellátnia. És itt kapcsolódunk megint tulajdonképpen a tavalyi jelentéshez is, de a korábbi évek jelentéseihez is. Természetesen az ÁSZ elnökének joga van, sőt kötelessége, hogy ellenőrzési éves terveket készítsen. Ugyancsak feladata lehet, hogy stratégiai terveket készítsen, de egy dolgot itt is tudomásul kell venni. Ellenőrzési tervet csak olyat készíthet, amelyben a jogszabályokban előírt feladatok köszönnek vissza. Ez a mozgástere, és nem más. És itt elsősorban az a feladata, hogy arányosan úgy ossza föl a feladatokat, hogy eleget tudjon tenni a törvényi előírásoknak. Tehát ezzel nem lehet vitatkozni, mert hiszen a jogszabály erről szól, a régi is, meg az új is, remélem, erről fog szólni. A másik, amire reagálni szeretnék, és amit furcsálottam, hogy ugye itt még csak a bizottsági ülésekről számoltunk be az elején, itt a mai napnak, amikor dicséretes buzgalommal a kormány már hozzászólt a kérdéshez. Természetesen a kormánynak joga van hozzászólni ezekhez az ügyekhez. Ez egy percig nem vitatom. De ugye azért azt mégiscsak valahogyan tudomásul kellene venni, és ezt itt nekünk is, akik itt ülünk, tudomásul kellene vennünk, hogy kérem szépen, a kormány azt teheti, amit a képviselők támogatnak, és nem fordítva a kormány előír valamit, amit a képviselőknek támogatni kell, mert valahol itt kezdődik a demokrácia, és ebből következik az is, hogy a számvevőszékről, annak a jelentéséről, annak a jövőjéről, annak a munkájáról, annak a hasznosításáról, amit mond, elsősorban ebben a házban nekünk, akik itt ülünk, kell döntenünk, és kell a szükséges lépésekhez a megfelelő javaslatokat megtenni a mindenkori kormánnyal szemben is. Tudnék, valahol itt kezdődik a demokrácia, uraim. Nem ott, hogy a kormány eldönt valamit, és a többsége, a képviselői többsége gombot nyom, hanem a képviselői többsége gondolkozik, megfontol dolgokat, ismer dolgokat, tájékozódik dolgokról, és rákényszeríti az akaratát a kormányokra. Ha ez nem így van, akkor lehetséges az, ami itt megtörtént az elmúlt 21 év alatt. Hogy ma ott tart az ország, hogy semmilyen nincs. És nem lehet számon kérni semmit, mert hát a demokrácia jegyében születtek a döntések, kérem tisztelettel. Ez egy fontos politikai kérdés, és elnézést, ugye itt, ha a kormány hozzá akar szólni, hozzászólhat természetesen, de itt is a kormánynak megvan az a, hogy mondjam, alapvető feladata, amikor itt ül és hozzászól a kérdéshez. Itt például az lenne a feladata a kormánynak, hogy segítse azt, hogy nehogy valami jogharmonizációs probléma legyen a szabályozásban, idomuljunk azokhoz az európai szabályokhoz, amelyeknek a keretében kénytelenek vagyunk élni, akkor alkalmazkodjunk hozzájuk, felügyelje azt, hogy a képviselők valóban ennek megfelelően és ebben a szellemben
teszik le a törvényjavaslatokat, vagy kritizálják, vagy hagyják jóvá a törvényjavaslatokat, mert ez az alapvető feladata. És utána természetesen okulnia kell abból, amit az ÁSZ többek között, az ÁSZ jelentések alapján a képviselők számára előírnak. Borzasztóan fontos lenne, ha ezt végre egyszer mindenki tudomásul venné, aki képviselő lehet ebben az országban. Mi képviseljük az országot, tisztelt hölgyeim és uraim. És a mi felelősségünk, hogy az az ország hol tart ma. Hiába mutogatnak önök egymásra. Ez nem 8 év, ez 21 év bűne, hogy ez az ország itt tart, ahol tart. Ezt szíveskedjenek tudomásul venni. És ennek szellemében és ennek megfelelően próbáljanak ezentúl, ha egy mód van rá, döntéseket hozni, és ennek megfelelően próbálják meg értékelni azokat az információkat, amiket az ÁSZ-tól, többek között az ÁSZ-tól kapnak. Köszönöm szíves figyelmüket. Págó Gábor képviselő úr következik 2 perces hozzászólása. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Rozgonyi képviselőtársamnak voltak olyan summázó mondatai, amelyekkel egyet tudok érteni, viszont van egy olyan kérdés, amely nem tűr halasztást. Az ÁSZ nem a képviselők segítségére van. Az ÁSZ arra van, hogy tiszta és átlátható közpénzügyekkel rendelkezzen ez az ország. Tehát az ÁSZ nem a képviselőket segíti, az ÁSZ a magyar népet segíti abban, hogy itt a közpénzügyek kapcsán tisztán lásson mindenki. Nem csak a képviselőknek, hanem igenis a nagy közönségnek kell tisztán látnia, és ezzel kapcsolatban itt egyrészt örülök, hogy a tavalyi ÁSZ jelentéshez képest egy másfajta formátumba jelent ez meg, hiszen a nagy közönség számára egy kicsit talán jobban érthető, mint az előző ÁSZ jelentés. Viszont továbbra sem látni azokat a strukturális átalakításokat, amik számára még inkább nyitottabb lenne az ÁSZ a nagy közönség felé. Még inkább érthető és nyomon követhető lenne az a tevékenység, amit folytat. Ez egyrészt ennek van egy törvényi keretrendszerbeli feltétele, az az, hogy az a parlament, az ÁSZ törvényben szabja meg azt, hogy az ÁSZ ellenőrzéseknek és vizsgálati stratégiáinak milyen keretrendszere kell, hogy legyen. Most jelenleg ez csupán az ÁSZ elnökének a saját döntéshozói jogkörébe van utalva, de igenis, itt a parlamenten belül nekünk kell letenni azt az asztalra, hogy mit várunk el, mert akkor kevesebb vita lesz a következő hasonló ÁSZ jelentések vitájánál, hogyha tudjuk, hogy mi az, amit elvárunk. És én 2 dolgot várnék el, következetességet és átláthatóságot. És ez nem csak a közpénzügyek gyakorlatában, hanem a kommunikációban is, hogy mindenki számára érthető legyen az, hogy mit tartalmaz az ÁSZ jelentés. Köszönöm. Kupcsok Lajos képviselő úr, következik Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt Domokos elnök úr, tisztelt képviselőtársak. A 2010-es ellenőrzési év az utolsó, amikor a számvevőszék átfogó ellenőrzési típusba sorolt vizsgálatot végzett. Az ÁSZ felhívta figyelmet a fokozatosan növekvő önkormányzati feladatok és azok finanszírozása közötti egyre nagyobb résre, az önkormányzatok ebből fakadó nehéz pénzügyi helyzetére, az utóbbi időszakban megduplázódó adósságállományára, továbbá az önkormányzati gazdasági társaságok egyre nagyobb tartós kötelezettségvállalására. Nem mehetünk el szó nélkül a helyi önkormányzatoknál végzett ellenőrzések tapasztalatai mellett. Az ÁSZ 118 helyi önkormányzat gazdálkodását vizsgálta. A 2006-2009-es években az önkormányzatok mintegy 8/10 nem biztosította a költségvetési egyensúlyt, a tervezett költségvetési bevételeik nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra, a különbséget hitelfelvételével tervezték biztosítani. A költségvetés teljesítése során ennél kisebb arányban az önkormányzatok mintegy harmadánál alakult ki éves szinten pénzügyi hiány. Az ellenőrzött önkormányzatok több mint 2/3 deviza alapú változó kamatozású kötvényt bocsátott ki. A kötvény kibocsátás, a deviza árfolyam változása, valamint a változó kamatfeltételek miatt az önkormányzatok számára kockázatot jelentett. Az uniós források igénybevételére és felhasználására az önkormányzatok közel 3/4 nem készült fel eredményesen az ÁSZ megállapítása szerint.
Az ellenőrzött önkormányzatok mintegy 90%-ánál működtettek e-közszolgáltatás biztosító informatikai rendszert, amelyek 8/10 biztosította az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok letöltésének és azok elektronikus kitöltésének lehetőségét. A közérdekű gazdálkodási adatok nyilvánosságát még mindig nem biztosítják eléggé. Külön kell szólnunk Budapest főváros önkormányzata költségvetési gazdálkodásáról. Budapest főváros önkormányzata költségvetési gazdálkodása kapcsán a 2010. évi ellenőrzéskor többek között megállapításra került, hogy a belső ellenőrzés a főpolgármesteri hivatal szervezeti egységeinél több magas kockázatúnak értékelt területen, köztük a költségvetés tervezése, azon belül a személyjuttatások tervezése és a költségvetési előirányzatok felhasználása tekintetében nem végzett ellenőrzést, nem tárta fel, hogy a kifizetéseknél a belső kontrollok, a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés nem megfelelően működtek. A felnőtt képzés feltételrendszerének eredményességének a gazdaság munkerőigénye kielégítésében betöltött szerepe ellenőrzése során az ÁSZ részéről megállapításra került, hogy az állami forrásból támogatott felnőtt képzési rendszer részben volt eredményes. Növekedett ugyan a sikeresen vizsgált tettek és az elhelyezkedettek aránya, de a kormány által meghatározott hosszú távú célokból a teljes felnőtt képzési rendszer információs rendszere, a pályakövetési rendszer bevezetése nem valósult meg. Nem készült el a hátrányos helyzetűek képzésére szolgáló kormányzati cselekvési terv sem, részben ennek is köszönhetően csökkent a hátrányos helyzetű személyek számára indított képzések száma. A jogszabályrendszer bonyolult és hiányos volt, nem segítette kellően a hátrányos helyzetűek képzésbe való bevonását. Visszaesett a képzések hatékonysága is, egy elhelyezkedett hallgató képzésére 2008-ban kétharmaddal több támogatást használtak fel, mint 2006-ban. Beszéljünk külön a helyi adók rendszerének ellenőrzése tapasztalatairól is. A helyi adók rendszerének ellenőrzése keretében az ÁSZ megállapította, hogy a helyi adórendszerre vonatkozó törvényalkotást a kapkodás jellemezte, a törvénymódosításokat változó elképzelések alapján fogadták el, ami helyi adópolitikában és a bevételek tervezésében nagyfokú bizonytalanságot és rövidtávú szemléletet eredményezett. A helyi adók 93%-át beszedő főváros, megyei, jogú és nagyobb városok adóhatóságainak szakmai hozzáértése, technikai feltételei magas színvonalúak, a községekben viszont hiányosak. Az adóbeszedés hatékonysága és eredményessége együttesen csak az ellenőrzött önkormányzatok 29%-ánál, az adóvégrehajtás hatékonysága csupán 6%-ánál javult. A legkedvezőbb helyzet a nagy adóerő képességű önkormányzatoknál, míg a községekben a hatékonyság és az eredményesség még mindig rendkívül alacsony. Az ÁSZ a jelentések hasznosulásával kapcsolatos céljait is megfogalmazta. Ezeket kiemelném. A vizsgált szervezetek gazdálkodásának jobbítása, a szabályozás megváltoztatása a feltárt hiányosságok következtében. A jelentések megjelenése az országgyűlés és a bizottságok napirendjén, ezáltal az ellenőrzési tapasztalatok nagyobb mértékű hasznosítása. A jó gyakorlatok széleskörű megismertetése. Köszönöm a figyelmet. Következik az előre bejelentett felszólalók listáján Román István képviselő Fidesz, és őt követően már a most szót kértek, köztük Polnár János következik majd. Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt elnök úr! Tisztelt Domokos elnök úr, tisztelt országgyűlés! A beszámolóhoz kapcsolódva többféle típusú hozzászólás hangzott el. Az enyém talán inkább az előttem szólóéhoz fog hasonlítani. Én magam is elsősorban a beszámoló elemzésével szeretnék foglalkozni, ahhoz szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni. Kevésbé szeretnék egyfajta tanácsadó szerepben feltűnni itt az országgyűlés előtt, ehhez sem tapasztalatom nincsen, sem pedig szándékaimban nem áll. Ez nyilvánvaló talán többünk számára is, hogy annak a kaotikus örökségnek, amit tavaly nyáron a második Orbán kormány átvett, nagyon súlyos része az állami számvevőszék körülötti helyzet, ami kialakult. Sok területet lehetne említeni, ahol kaotikus helyzetet kapott az új kormány örökül. Ez is egy ilyen helyzet volt, vezető nélkül, alelnök nélkül működött az állami számvevőszék. Úgy gondolom, ennek ellenére az ott lévő dolgozók megtettek mindent annak érdekében, hogy erejükhöz, munkájukhoz és lehetőségeikhez mérten elvégezzék a feladatukat. Néhány általános megjegyzést engedjenek meg nekem ehhez a beszámolóhoz. Úgy gondolom, hogy ez a beszámoló
rendkívül jó struktúrált, lényegre törő, ami által az átláthatóságot biztosítja mindannyiunk számára. Én úgy gondolom, hogy ezzel a szerkesztéssel, illetve ezekkel a részekkel, fejezetekkel nagyon jó képet, nagyon jó látható képet fest az állami számvevőszék működéséről. Azt gondolom, nagyon fontos a beszámoló kapcsán, hogy nem egyfajta statikus helyzetet vázol fel, hanem megpróbálja folyamatában szemlélni az eseményeket, és így mind az előzményekkel, mind pedig a további tervekkel foglalkozik. Így amikor a tavalyi év egy-egy történését elemzi és leírja, akkor azt is megmutatja egyúttal, hogy azzal a lépéssel mi a cél, mi a céljuk, hová szeretnének eljutni. Én azt gondolom, hogy összességében el lehet azt mondani, hogy ez a beszámoló egy tisztességes munka. A beszámolón belül a szervezeti kérdésekhez szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni. Én úgy látom, hogy a beszámolóból a folyamatos építkezés és a nyugodt működésnek az egyvelege tűnik ki. Egyszerre volt jellemző az elmúlt év második felétől, elsősorban, amikor is ugye az állami számvevőszék elnököt és alelnököt kapott. Egyszerre volt jellemző a folyamatos építkezés és a nyugodt működés. Talán mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy elkészült egy középtávú stratégia, ami alapján ugye tervezetten valósulhat meg az állami számvevőszék további működése. Nagyon fontosnak tartom, hogy elindítottak egy gyakornoki programot, ahol 30 pályakezdő fiatalt vontak be a munkába. Ugye az mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy egy számvevői munka az egyfajta szakmai tapasztalatot igényel, amit meg lehet szerezni úgy, hogy valaki egy önkormányzatban dolgozva tesz erre szert, és utána megy el számvevőnek, de nagyon fontos az, hogy a fiatalok is mi hamarabb részt vehessenek ezekben a munkákban, és mentorálással, a segítésükkel a számvevőszék munkatársaivá válhassanak, természetesen a feladatoknak a megfelelő ütemezésével. Szól arról is a beszámoló, hogy szeretnék feltölteni azt a létszámot, amely elvileg rendelkezésükre állt a korábbi években. Én azt gondolom, hogy az új törvény életbelépésével, a feladatoknak a változásával mindenféleképpen szükség lesz arra, hogy nem csak a szervezeti keretek megerősítésével, hanem ezeknek a feladatoknak az ellátásához, az erős államhoz való hozzájáruláshoz megfelelő minőségű és megfelelő létszámú szakmai munkatársak is rendelkezésre álljanak. Legvégül engedjék meg, hogy ugyan elsősorban a beszámolóról beszélünk, de egy kicsit tekintsünk a beszámoló mögé is, mert egy-egy ilyen beszámoló mögött azért mégiscsak ott vannak azok az emberek, akik elvégezték ezt a munkát. Na, magam nemében az elismerésemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki az adott körülmények között a lehető legtöbbet tette meg azért, hogy az állami számvevőszék működőképes maradhasson, mondjuk az első időszakban, utána pedig, hogy elindulhasson egy olyan úton, amely abba az irányba vezet, hogy létrejön egy erős állam, amely az emberek felé egyfajta bizalmat sugároz, azt a fajta bizalmat, hogy a közpénzekkel való gondoskodásra megfelelő figyelem van. Én gratulálok elnök úrnak is és munkatársainak is az eddig végzett munkához, a továbbiakhoz pedig sok kitartást és erőt kívánok. Volner János képviselő úr következik, Jobbik. Köszönöm szépen, elnök úr. Román István fideszes képviselőtársam nagyon elégedett volt az elénk került beszámolóval, jó struktúrát, remek beszámolónak nevezte. Hát én azért ennél jóval árnyaltabban fogalmaznék, és végig is mennék néhány ponton, hogy mivel nem voltam elégedett, vagy mivel kevésbé, illetve mivel elnök úr is megtisztel minket a jelenlétével, bár én örülnék, hogyha aktívabb résztvevője lenne a most folyó vitának. El kell, hogy mondjam azért azt is, hogy milyen szakmai javaslatokat tennék, és milyen irányba bővíteném a jövő év beszámolóját. Azonban még mielőtt belekezdenék ebbe, azért ki kell, hogy fejezzem a csalódásomat az állami számvevőszék körül zajló fejleményekkel kapcsolatban. A Nyikos úr által is említett törvényjavaslat, amely gyakorlatilag kutyszerűen készült el, és én, mint a gazdasági bizottság alelnöke, aznap reggel szembesültem először vele, hogy tárgyalni fogjuk, amikor ez a gazdasági bizottság elé került. Egy olyan javaslatról volt szó, amit sem időnk nem volt arra, hogy átolvassunk, sem időnk arra, hogy szakértőkkel egyeztessük, mégis bekerült, mégis gyakorlatilag a parlamentarizmus szabályait felrúgva egy olyan bizottságnál került bizottsági tárgyalásra, amelynek egyébként nem lett volna dolga ez, hiszen van egy számvevőszéki és költségvetési bizottság, nyilván ott kellett volna ezt a bizottságot megtárgyalni,
Ennek van egy kiválóan képzett elnöke, aki maga is sok éven keresztül az állami számvevőszék alelnöke volt. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen szakmai javaslat, amely egy nagy terjedelmű, nagy jelentőségű törvény megérdemelt volna annyit, hogy a